Vas Csaba, azaz Kövér, Székelyudvarhely közismert figurája. Bálint Iboja Apró Örömök című filmjében is szerepel. A dokumentumfilm hőseit egy hirdető újság köti össze, amely a régiségkereskedők körében is fontos szerepet játszik. Működik, nem kell próbálni? No, 15-ig elviszem. Vagy próbálj, működik minden. Garancia mellett a Vas Csaba egykori hobbija, a régiséggyűjtés mára-már létformájává vált. Ideje jelentős részét ócskapiacokon tölti, vagy éppen idősebb emberek otthonában kutat érdekességek után, az ózsdisufnik ugyanis kincseket rejthetnek. 125. 125-ös? Akkor ez kell mennyi. Orosz cucc. Rövidségig is inkább megvehetnék. Náladnál idősebb. Angol. Én angol van. Keresik, hol a fék. Hát most a lábamot, hogy emelgessem, így könnyebben teszem, mint alá, hogy most emeljem keresztül, azért vágtam le. Az üzlet egyik legfontosabb eleme a kitartás, a türelem, amiért cserébe a patinás tárgyakhoz emlékek is járnak. Magyarí Zoltán, Kövér szomszédja, ősrégi terepjárókat is javít, büszke tulajdonosa egy benzinfaló, méreteiben dinoszauruszra emlékeztető IMZ-nek. És még mindig jó állapotban? Persze. Erre Marasi Hargitára 22-en férfiak mentünk fő. Tetején az oldalán. De én is ültem. Aztán csak te ültél. Még igazgatók, de sültek. A látogatás célja azonban nem az emlékek felidézése, Zoli bácsi ugyanis egy mérleget ígért Kövérnek. A rozsdaborította kacat elő is kerül a garázsból. Köszönöm szépen. Szívesen. Még ha lesz valami régiség, adok. Számtávla kell. Motorbicikli számtávla, az nincsen? Nincs. Kövér közeli háza felé veszi az irányt. A mérleg egyelőre az udvaron kap helyet, hiszen felújításra szorul, és a helyét is meg kell találni. Ez csupán első látásra tűnik könnyűnek, hiszen Kövér lakása megsínylette gyűjtőszenvedélyét, a hangulatos otthon minden zugát patinás tárgyak, érdekességek töltik meg zsúfolásig. Dekorációnak első osztályú a régiség, az emberek többsége mégis csupán pénzszerzési lehetőséget lát a családi erekék eladásában, mondja Kövér, a nála kétszer korosabb karosszékébe süppedve. Amúgy ezekből a dolgokból pénzt annyit nem tudsz kicsikarni, vagy annyit keresni ezekből, hogy most tegyük fel, hogy egy családról beszélek, hogy valakire talál valamit otthon falun, ma most mekkora pénz lesz. Azt, ha eladja, úgyse tud akkor a pénzt ebből nyerni, vagy kapni, hogy most valamit nagyon változtasson az életén. Úgyhogy nem érdemes eladni, szerintem. Én mindenkit arra biztatok, hogy bármilyen régi dolgot, amit főleg, hogy a családban van, nem kell elherdálni, nem kell eladni az első, most idézőjelben mondjam, egy kereskedőnek, akik kopogtatnak folyamatosan, most is járják a falukat, holott már eléggé ki vannak fosztva. Sőt, nem eléggé van, hogy már teljesen szinte van. Mindezek ellenére a padlások, csűrök olykor ma is kincseket rejtenek. Ékes bizonyítéka ennek ez a három autó, amelyre Kövér barátjával nemrég bukkant egy közeli faluban. A nagyapakorú veteránokat a 30-as években gyártották, ütött-kopott külsejük kalandokkal teli pályafutást sejtett. Piros az egy Chevrolet, különben Chevrolet Master Deluxe, az elég hányat hetes sors volt az országból, tudtunk szerint, amiket kinyomoztunk. Parlamentben is megfordult az autó, eleinte ott volt beírva forgalomba, ott használták, aztán állítólag ilyen kupecek, kereskedők kezére jutott, és adták, vették. Idő volt rá, viszont meg 70-valahány évesek, ugye? Elég hányatvezetes sorsa volt, de szerencsére jó kezekbe került. Az élteskorú oldtimerek számára így hát még messze vannak a nyugdíjas évek, hiszen Kovács Csaba és Kövér felszeretné újítani a gangster filmekből ismert autókat. Kovács Csaba főként régi lámpákat gyűjt, első ízben vág bele autófelújításba. Mint mondja, nem lesz egyszerű folyamat, hiszen minden alkatrészt egyenként kell felkutatni. Az ő Chevrolet-je ugyanis különleges darabnak számít Európában. Hát először is az enyémben nincsen motor, nincs váltó, és ezt kell megoldani először. Mert ugye karosszériára elég tűrhető, még üzembe lehetne tenni. És milyenkor az első lépés ennél? Hát már dolgoztam rajta, már késő össze már dolgoztam rajta, a rúgat csereberéltem ki. Most keresem a motrot vele. Az erdélyi falvak kincseinek nagy része ma már németországi otthonokat díszít. A 90-es években ugyanis kamionszámra indultak tulipános ládák a nyugati határátkelők felé. Kövér és Csaba otthona akár figyelmeztetés is lehet a kufárok számára. A patinás tárgyak akkor kelnek életre igazán, amikor gramofon recsegő hangja tölti be a gyűjtő, élhető múzeumként berendezett hangulatos szobáját.